Ezt a műsort már láttuk egyszer. A története rémes. Óriási munkanélküliség, rezsijárak az egekben, eladósodott ország. A műsort törölték, amikor a népszerűsége bezuhant. De most Soros György producer újraindítaná a Gyurcsány Show-t, nagyjából ugyanazzal a szereposztással. Feri a főszereplő, Geri a balfék haver, Klára a feleség, a régi ellenség pedig legjobb barátként tér vissza. Ne adjunk ennek a bukott műsornak még egy esélyt. Életköröm ma 99%-os. Ilyen picike hiányzik. Ilyen picike. Ennek egyében hívom életre itt és most a 99 mozgalmat. 99 mozgalom, 99% Gyurcsány, 1% Karácsony. Karácsony Gergely 99%-ban Gyurcsány. Amikor parlamenti képviselő volt, Karácsony együtt szavazott Gyurcsánnyal a rezsicsökkentés ellen, a családtámogatások ellen és a devizahitelesek megsegítése ellen is. Karácsony Gergely 99%-ban Gyurcsány. Budapestet megbénított a dugó. Erre Karácsony Gergely azt üzené a dugókban ülőknek, hogy szálljon ki a kocsiból és menjen gyalog. Őt mindenhova sofőr viszi, de neked ott a dugóban azt üzeni, hogy szálljon ki a kocsiból és menjen gyalog. Jetsz valahova, ülsz a dugóban. Ezt üzeni neked Karácsony Gergely. Szálljon ki a kocsiból és menjen gyalog. Ezt a stílust láttuk már. El lehet menni Magyarországról, itt lehet bennünket hagyni, kérem szépen. Tessék! Karácsony Gergely 99%-ban Gyurcsány. Újra itt a Gyurcsány Show. A legújabb epizódban Karácsony a balfék haver kampányolni indul. Amit ígér, még több biciklisáv, magasabb adók, alacsonyabb fizetések. Hűha! És amikor az újságírók kérdezik, akkor a válaszai 99%-át Gyurcsány adja a szájába. Önnek. A Gyurcsány Show egy ember története, aki mindenáron vissza akar térni a hatalomba, a megszokott mellékszereplők pedig lelkesen statisztálnak ehhez. Az lesz a legjobb, ha ezt a műsort kikapcsoljuk. Karácsony Gergely egy német lapnak kikotyogta, hogy a baloldali összefogás továbbra is támogatja a migrációt. Karácsony elmondta itthon, csak azért nem reklámozzák, hogy bevándorláspártiak, mert azzal nem lehetne választást nyerni. Karácsony ebben is 99%-ban Gyurcsány. Ezt a showt már jól ismerjük. Adóemelés, szemkilövetés, fizetős egészségügy. Ha nem akarod, hogy újra műsorra tűzzék, és megint hazudjanak neked reggel, éjjel meg este, írd alá a petíciót. Stop Gyurcsány! Stop Karácsony! Újra forog a Gyurcsány Show. A mellékszereplők most eljátszák a vitát. Egyetértünk, hogy... Teljes egyetértés van. Egyetértés van. Hú, te izgi! És hogy ki nyer majd? Tök mindegy. A főszereplő úgyis Gyurcsány marad. Ne dőljünk be a Gyurcsány Show-nak. A Gyurcsány Show szereplői közül hárman maradtak a színpadon. Gyurcsány felesége, Gyurcsány balfék haverja és egy statiszta. És hogy kit tesznek a végén a kirakatba? Teljesen mindegy. A főszerepben úgyis Gyurcsány marad. Ne dőljünk be a Gyurcsány Show-nak. A Gyurcsány Show-ban minden Feri tervei szerint alakul. A legutóbbi epizódban kiszavazták Pétert és Andrást. A többiek játsszák tovább a szerepüket. Mindezt azért, hogy Feri visszatérhessen a hatalomba. Ne dőljünk be a Gyurcsány Show-nak. Gombol a Gyurcsány Show. A kirakatban nagyban megy a civakodás. Most is én vagyok a legveszélyesebb. Én vagyok. Megmondom nektek. Én. De a főszerepben úgyis Gyurcsány marad. Ne dőljünk be a Gyurcsány Show-nak. Rád és a Gyurcsány Show. Karácsony a balfék haver annyira ciki lett, hogy Gyurcsány leszette a színpadról. De nem baj, Gyurcsány kalapjában van másik. Mindegy, kikerül a kirakatba. A főszerepben úgyis Gyurcsány marad. Ne dőljünk be a Gyurcsány Show-nak. Dübörög a Gyurcsány Show. A színpadon őrült civakodás zajlik. Puff, puff, csí, puhi. A mellékszereplők egymást csépelik. És hogy ki nyer a végén? Én. Hát persze, hogy a Feri, hiszen a főszereplő így is úgy is ő marad. Miért táncol Gyurcsány? Karácsonyt Márki-Zay váltotta a Gyurcsány Show-ban, de a régi jól ismert baloldali politika marad. Márki-Zay már polgármester is csak a baloldal és Gyurcsány támogatásával lehetett. Márki-Zay támogatja Brüsszel beavatkozását a magyar ügyekbe. Márki-Zay és a baloldali szövetségesei támogatják az illegális bevándorlást, újra emelnék az adókat és a rezsit, és újra csökkentenék a béreket. Ez itt a Gyurcsány Show. A szereplők jönnek-mennek, de a rossz baloldali politika marad. Ezért táncol Gyurcsány.
Szerepcserével indul a Gyurcsány Show új évada. Gerit, a balfék havert váltja Péter, a nyomulós karrier baloldali. De a forgatókönyv marad a régi. Adóemelés, munkanélküliség, rezsiárak az egekben. Ez egy igazi baloldali show.